Cegléda a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásért közalapítvány pályázatán nyert 2,5 millió forintot a Rákóczi és Széchenyi út sarkán álló világháborús emlékmű felújítására. A munkaterületet ma jelölték ki, mobil toalettet helyeztek el, a szobor körbeállványozása után pedig a szobrászművészek elvégzik a szükséges renoválási munkákat. A felújítás során az emlékmű teljes bronz felületét magas nyomású száraz szemcseszórással fémtisztára pucolják, majd az anyakivák és plasztikai sérülések helyreállítása után a felületeken elvégzik az újraplatinázást. A kő és műkő elemeket letisztítják, a repedéseket, hibákat kijavítják, majd az emlékművet antigrafiti vegyszerrel kezelik a szakemberek. Nem csak a szobor és a talapzat újul meg, hanem a hősi halottak nevét tartalmazó feliratokat is újrafestik. Az 1927-ben átadott emlékmű a tervek szerint teljes egészében június végére újul meg.